Szekerd. 1480-ban a település Nagy Mihályi Ödönfi András tulajdonában volt, de 1496 előtt már a Csákia kőrösszegi uradalmába került. A 15 éves háború során valószínűleg elnéptelenedett, s a puszta helyre Bethlen Gábor idején délszláv etnikumú, görögkeleti vallású ráchajdukat telepítettek. Bizonyos, hogy 1642-ben az itteni ráchajduk 30 feltehetően protestáns vallású, magyar származású hajdut fogadtak maguk közé. Az erdélyi törvénytár Vekerdet a kétségtelen és igazi hajdutelepek között ismerte el. A tartós elnéptelenedés teljes lakosságcserét eredményezett, ugyanis a visszatérő magyarok mellett zömében románok költöztek a faluba. A település egyetlen, de annál jelentősebb építészeti látványossága az 1791-ben épült késő barokk, illetve provinciális barokk stílusú, majd később romantikus stílusban átalakított görögkeleti templom. A templom egyszerű külső megjelenése a görögkeleti szokásoknak megfelelő díszes belsőt takar, ahol az utolsó vacsorát ábrázoló festményt is megtekinthetjük.